A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség ernyőszervezetként működik a kulturális intézmények számára. Az elmúlt időszakban a VMMS tartományi és köztársasági támogatásban is részesül. A szövetség munkájával a kulturális egység megmaradását segíti elő. A VMMS az elmúlt 20 esztendőben számos kultúresemény megszervezésében vett részt. A Magyar Kultúra Napja délvidéken, a színjátszók találkozója, a Durindó Gyöngyös Bokréta mellett minden évben megszervezik a vajdasági ünnepi játékok programsorozatot is. Szőlősi Vágó László, a VMMS főtitkára elmondta, több mint 100 művelődési egyesületet tartanak nyilván, amelyek összesen több mint 20 ezer taggal rendelkeznek. Ez a hadseregnyi ember, ez a 20 ezer, azt kell tudni, hogy sohasem a nagy tömegnek, ez szociálpszichológiai törvényszerűség, sohasem a nagy tömegnek, hanem a szervezett tömegnek van súlya. A művelődési szövetség legfontosabb feladata, hogy szervezetté tegye a délvidéki magyar kulturális tömeget. Lovas Ildikó, a Magyar Nemzeti Tanács kulturális ügyekkel megbízott tanácsosa elmondta, a VMMS nem csak kiemelt jelentőségű, hanem alapvető a délvidéki magyarság számára. Azt a fajta kapcsolattartást, segítést úgy a pályázásban, mint egyéb vonatkozásokban a Művelődési Szövetség végezte az elmúlt időszakban, és ilyen szempontból megkerülhetetlen. Lovas Ildikó hozzátette, a következő években komoly strukturális változásokon esik majd át a VMMS. Elsődleges célkitűzése az lesz, hogy a kulturális eseményeket a turisták számára is vonzóvá és szórakoztatóvá tegyék.